A Bögös községhez tartozó Székelydobón tartották Hargita megye tanácsának soros havi ülését január 28-án. Elsőként Farkas Mózes, Bögös község polgármestere köszöntötte a résztvevőket, kiemelve a községben a közelmúltban elvégzett fejlesztések fontosságát, úgy mint a Kalátka program, hiszen ennek köszönhetően sikerült kicserélni a Székelydobói Kultúrotthon tetőszerkezetét, illetve a község tanintézményeinek felújítását. Ugyanakkor felhívta a figyelmet további fejlesztések fontosságára, úgy mint a kanalizálás elvégzése, utak felújítása, stb. 2012-től vagyok polgármester. Én úgy érzem, azóta nagyon jó a kapcsolatunk a megyével. Sikerült közös pályázatokat összehoznunk, sikerült ebben a Kaláka programmal felújítanunk az óvodáinkat, az iskoláinkat. És én úgy érzem, hogy megvan a megyei tanácsnak a helyi, hogy mondjam, tanácsosokkal, hogy azt szeretnék, hogy minél jobb legyen, minél könnyebb legyen, mert mégis mikor 8 falu van, ez nem olyan, mintha van egy nagy község, egy nagy falu, itt nekem ennyi óvoda, ennyi iskola, ennyi kultúrház, úgyhogy nem egyszerű az élet. És én úgy érzem, hogy a megyi tanácssal, hogy jól tudtunk összedolgozni, sikerült felújítanunk kultúrotthonokat, sikerült összehoznunk egy olyant, hogy Agyagfalvánnal az iskolát megvásároltuk, mert ott magánkézben volt még az iskola. Sikerült egy központi fűtést elindítanunk ott, mert már hideg volt, a gyermekek fáztak. Úgyhogy én úgy érzem, hogy amit tőlünk telhetős a megyei tanács lehetőségétől, mi mindent megcsináltunk ahhoz, hogy tudjuk fejleszteni a községünket. Én részemről köszönöm a meghívást, hogy erre a megyei tanács gyűlésre meghívtak. Mi képviseljük a Bögös önkéntes tűzoltókot. Számunkra is nagy öröm, hogy a megyei tanács ennyit tud segíteni a Bögös önkéntes tűzoltóknak, hiszen most másfél hete volt a tűzoltó szertárunknak az avatása, amit a megyei tanács nagy lelkű támogatásával, nagy részű támogatásával épült meg. Úgyhogy köszönjük a támogatásukat, és sok sikert mindenkinek továbbra is. Igen, hát én azzal kezdeném, amit a helyi tanácsos elmondott, tehát ez általában minden községben, minden faluban probléma, a területeknek a problémája. Nincsenek meg a parcellázási tervek, ezért az emberek nem kapják meg a birtoklevelet, nincsen birtoklevél. Pályázatokon ezeket a területeket nem tudják felhasználni, mert ahhoz, hogy pályázni tudjanak, bizonyítani kell nem csak a használati jogot, hanem a tulajdonjogot is. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben mindenképpen a megyei tanács valamiféle megoldást kellene találjon, hiszen sajnos a parcellázás nagyon sokba kerül, és erre az embereknek nincsen meg a forrás. Európai Uniós forrásból viszont ezt nem lehet fedezni. Tehát az egyik ez lenne a legfontosabb. Nagyon fontos az is, amit a végén elmondtam, hogy abba kell gondolkozzanak a helyi gazdák, a helyi polgármesteri hivatalok, hogy a gazdáknak olyan információs pontokat hozzanak létre, ahol megkapják a pályázatokkal, területalapú támogatással kapcsolatos információkat. Természetesen a mai tanácsülésen nagyon fontosnak tartom, és azt te mindenki ugye a szakmájába próbál valamit ebbe a tanácsba is tenni, a pályázatok meghosszabbítását, hiszen 5-6 olyan pályázat meghosszabbítását és továbbviteli lehetőségét szavaztuk meg, mi úgy gondolom, hogy a megyének és a településeknek is pénzt jelent, forrásokat jelent. Jakab Lajos helyi plébános röviden bemutatta a települést, majd örömének adott hangot, amiért pár éve némileg enyhült a fiatalok elvándorlása. Jövőt látnak a településen, amiben véleménye szerint szerepe van a megyei tanács által elvégzett fejlesztéseknek is. Mindezért köszönetet mondott, ugyanakkor további odafigyelést kért a megyei előjárók részéről. Borbély Csaba jó példának nevezte a községet, hiszen itt összefogásban a közösségi élet megszervezésén dolgoznak. Kialakították a falutanácsosi rendszert is, illetve kalákát szerveznek, az egész település odaáll és dolgozik. Azzal a nem titkolt céllal szerveztük itt a tanácsülést, hogy a megyei tanácsos kollégákkal felmérjük, és lehetőségeinkhez mérten támogassuk a kicsiből sokat megvalósító elképzeléseket, emelte ki Borbély Csaba. Igazából a dobói falu közösségnek az erejét mutatja, és az igényét arra, hogy ha bár egy kicsit elzártabban a más településekhez képest található az a település, mégis itt erő van, itt összefogás van, az emberek élni akarnak, fejlődni akarnak, és sok-sok-sok olyan hasznos, közös, jó projektjük, programuk van, amelyben keresik a partnereket, keresik a jó barátokat, és hát ilyen szempontból hát a megyei tanács egy ilyen meghívásnak mindig is eleget tesz. Nincs olyan településünk, aki hívott, kihelyezett tanácsülése, és nem mentünk volna el, tehát igazából az egy lehetőség, mert
kijönnek a kollégák, betekintést nyerünk a falu gondjaiba, problémáiba, meg tudjuk nézni azokat a fejlesztéseket, amelyeket közös erőfeszítés révén tudtunk megvalósítani, és hát azt hiszem az elmúlt években úgy vágásban, mint dobóban, Bögös község egészében elmondható, hogy a megyei tanács folyamatosan költségvetéséből a tanácsos kollégák nagyon odafigyeléssel voltak, és hát ezeket jöttünk, hogy számba vegyük, és sosincs az életnek vége, erre az évre is van házi feladat. Azt kérdeztük meg a mai gyűlésre eljött lakosoktól, hogy milyen házi feladatot adnak nekünk erre az évre, és hát így most ezzel is gazdagodva, feladattal gazdagodva tudunk hazatérni és végezni a munkánkat. A tanácsülés napirendi pontjai között szerepelt a Hargita megye tanácsa által 2007-ben felvett 28 millió lejes hitel újra tárgyalt értékének elfogadása, aminek köszönhetően mintegy 3,5 millió lejjel csökkent a törlesztendő összeg. A megyei tanács pontosította a közvegyon leltárát, Homoródfürdői ingatlanokat tettek át magánvagyonba annak érdekében, hogy együttműködési szerződések által könnyebben tudják hasznosítani, használatba adni önkormányzatoknak, szervezeteknek, egyházaknak. A tavalyi év utolsó tanácsülésén újra adminisztrációba vettük a Homoródfürdői 6-os villánkat, és ezzel kapcsolatosan terjesztettünk elő egy olyan határozattervezetet, amivel a díjszabásokat szabtuk meg. Ezeket próbáltuk úgy meghatározni, hogy a diákok zsebéhez mérjük, ami azt jelenti, hogy körülbelül egy olyan 10-12 lej per nap per fő árat szabtunk meg. Ezáltal is megpróbáljuk segíteni azt, hogy a gyengébb szociális helyzetbe levő fiatalok is eljuthassanak táborokba, valamint próbáljuk ezáltal is promoválni azt, hogy minél több iskolás, diák részt vegyen, és ne a számítógépek előtt töltse el szabad idejét, hanem kinn a természetbe, mint például Homoródfürdő töltse szabad idejét. A testület döntött az Old sürgősségi esetek felügyelőségével kötött haszonkölcsönszerződés meghosszabbításáról is, amellyel a felügyelőség használatába adták Csíkszeredában a Borvízút 2 szám alatti ingatlant a hozzátartozó felszerelésekkel együtt, amely annak székhelyéül szolgál. Gyakorló műhelyként elsősorban a vendéglátóipari szakiskolát végző diákok számára szakképzési lehetőségként szeretnék hasznosítani a Csíksomlyói Multifunkcionális Központot, ezért átadták az illetékes Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság használatába a hozzátartozó felszerelésekkel együtt. A tanácsülés végén a nagy számban résztvevő helyi lakosság hozzászólásai hangzottak el. Felmerült az iskolai osztályok megszüntetésének veszélye, de szó esett a földek kiparcellázásának hiányáról, ami miatt sok fiatal inkább külföldön próbál szerencsét. Továbbá azt is nehezményezték a helyiek, hogy béta, dobó és vágás sík területnek van nyilvánítva, emiatt kevesebb finanszírozást kapnak, mint a hegyvidéki terület volna. A megyei tanács vezetői egyenként megválaszolták a felmerült kérdéseket, és további támogatásukról biztosították a település lakóit.